A barátság az a szikla, amelyre a Rotary épül, és a tolerancia az az elem, ami a Rotaryt összetartja. A klub elnöke Kovács Krisztián elmondta, hogy céljuk megismertetni a diákokkal ezt a szellemiséget, és betekintést adni a Rotary által kínált lehetőségekbe, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek már kisiskolás korban megtanulják, hogyan segíthetnek egymásnak, hogyan lehetnek figyelmesek és lojálisak egymás iránt. Az Early Ad Klub az a általános iskolás gyerekeknek szól, és nagyon örülünk, hogy az Early Act és Interact Klub avatása a mai napon egyszerre történhet meg, ugyanis 16 év után a Nyíregyházi Rotary Klub életében először avatunk interaktos gyerekeket, és ez a Magyarországon is egyedülálló, hogy Early Actos klubból interaktos klub alakulhat, ami azt jelenti, hogy felnőtt egy olyan generáció, amely az általános iskolából kikerülve középiskolásokká váltak, és ez számunkra is nagy örömet jelent. Úgyhogy az értékeket pedig megpróbáljuk minél inkább a Rotary szellemiségében, hogy a jó szándék, a humanitárius segítségnyújtás, és ezeket próbáljuk ezeknek a kicsi gyerekeknek is átadni. Kellemes hegedű szóval kezdődött az Early Act és Interact Klub gyermekeinek avatása a Rotary Klub rendezvényén. A tagok megfogadták, hogy egymást kölcsönösen tisztelve élnek a közösségben, méltányolva és segítve a társaikat. A rendezvényen az összetartás és a humanitárius segítségnyújtás fontossága is szóba került. Nagyon szeretek segíteni másokon. Igazából én ilyen suliba is jelentkeztem, továbbtanulásként. A Rotary Klub számomra az a barátságot és a segítőkészséget jelenti, és nagyon örülök, hogy ennek a tagja lehetek, és hogy részt vehetek továbbra is általános iskola után ebben a közösségben benne lehetek. Mint interaktors én lettem az elnök. A csoportunk megszavazta, hogy én legyek az elnök, és ez a nyakék ez azt jelképezi. A kabalát pedig a Volten interaktusoktól kaptuk, ilyen bíztatók és segítőkészség szerint, hogy a szellem mindig ott legyen velünk, és meglegyen a közösségi szellem velünk. A tanulók lelkesen és örömmel vesznek részt a klub életében, amely közösség és barátság helyszíne is számukra.